Nézőpont. Az InfoTV magazin műsora. Jó napot kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm Önöket az InfoTV Nézőpont című adásában. Az eheti beszélgetés témájaként adva volt az apropó és a beszélgetésnek a gyújtópontja, hiszen az elmúlt napokban, hetekben ünnepelte Magyar Kanizsa önkormányzata Magyar Kanizsa község napját. Az ünnepi programsorozat részeként pedig minden évben hagyományosan átadásra kerülnek az önkormányzat nyilvános elismerései. Így történt ez idén október 20-án is, amikor is átadásra kerültek a köszönő oklevelek is, a Pro Urbe díj is, és a Pro Urbe Juventus díjak is. Megtisztelőnek tartom, hogy én beszélgethetek az egyik köszönő oklevélben részesült díjazottunkkal, dr. Gazdag Veronikával. Jó napot kívánok, doktornő, sok szeretettel köszöntöm a stúdióban. Úgy gondolom, hogy egy olyan félórás beszélgetés áll előttünk, mely sok mindenről tud szólni. Tud szólni az önhivatásáról, mint általános orvos. Tud szólni szülőfalujához való kötődésről, tud szólni a család jelentőségéről, hiszen mindez benne volt abban a méltatásban, amit Aromhegyes helyi közössége benyújtott az önkormányzathoz, amikor nevezte önt a díjra. Kezdjük akkor magánál a díjnál. Milyen érzés volt átvenni október 20-án a köszönő oklevelet? Köszöntök én is mindenkit. Azt hiszem, hogy nagy-nagy megtiszteltetés, nagyon felemelő érzés volt átvenni ezt a községi díjat. Szerintem ez mindenkinek, az számomra is az volt. Tudott-e róla, hogy nevezte a helyi közösség erre a díjra? Igen. Tudtam, akkor már ott róla. Kezdődött? Igen, tudtam róla, és már akkor is úgy éreztem, hogy ez nagyon megtisztelő. Biztos vagyok benne, hogy a helyi közösségek, amikor a kiemelkedő polgáraikat nevezik, akkor jól megfontolják ezt a döntést. Minden évben, amikor valamelyik helyi közösség úgy dönt, hogy erre a díjra, vagy valamelyik nyilvános elismerésre nevez valakit, a mögött komoly tartalom áll. A szülőfaluban dolgozni, a szülőfaluban élni, és utána a szülőfalu jelölésére megkapni egy díjat, gondolom, hogy ez így külön jelentős tartalommal bír. Igen, azt hiszem, én Aromegyesen születtem, a férjem is ott született, ott éltünk, a szüleink is ott éltek, és én mindig azt szoktam mondani, hogy félfalu rokon az egész megismerős. Én azt hiszem, hogy egy ilyen faluba könnyű dolgozni. Én nagyon szeretem Aromhegyest, nem titkolom, hogy én lokálpatrióta vagyok, és nagyon örültem, amikor az egyetem befejezése után a szülőfalumba tudtam munkát kapni. Hát talán ez nem is munka volt, ez egy hivatás, ez egy szolgálat. És ezek a szavak elhangzottak a méltatás során is, benne vannak a leírtakban is. Amikor fiatal volt, akkor már eleve úgy képzelte el a jövőjét, hogy orvos lesz? Mikor született meg ez a döntés, hogy szeretne az emberek gyógyításával foglalkozni? Hát azt hiszem, hogy ez még ott általános iskolás koromban, 8. megszerettem a biológiát, az embertant, és utána Szabadkára iratkoztam egészségügyi középiskolába, akkor még csak ilyen a középiskola volt a cél, viszont a középiskola alatt is jók voltak a tanulmányi eredményeim, és így született utána a döntés, hogy talán egyetemre iratkozzak. És utána az Újvidéki Egyetem orvosi karára iratkoztam, és Aromhegyesről olyan nagy városba kerülni nagy kihívás volt? Hát azt hiszem, hogy igen, mert ugye tudjuk, hogy a községünkben a szerb nyelvet nem éppen a legjobban tudjuk, és hát nem volt könnyű, de ha az ember valamit nagyon akar, akkor azt tudja teljesíteni. Egyébként most hadd kapcsolódjak egy másik díjazotthoz. Ugyanez a mondat hangzott el Katona Gábor Pro Urbe Juventus díjasunk kapcsán is a méltatásban, miszerint a környezet nyelvén tanulni
és elérni az egyetemi diplomát, elérni a magas szakmai minősítést és fokozatot nem lehetetlen. Valóban így, ahogy doktornő is mondja, hogyha valamit nagyon szeretne az ember, akkor azt meg tudja valósítani. Hogy érezte magát az újvidéki egyetemi évek alatt? Elfogadásra talált abban a közegben, vagy nem annyira, és a szíve mindig visszahúzta? Szerintem nagyon elfogadó volt a közösség, szerb barátnőim is voltak, mi magyarok is összetartottunk, de nagyon szépek voltak az egyetemi évek, és nekem semmi rossz tapasztalatom nincs az egyetemről. Én meg kell mondanom, hogy én minden vizsgát elsőre leraktam, egy vizsgán se nem buktam meg, és semmi rossz tapasztalatom nincs az egyetemi évekről, és szép osztályzataim is voltak, mert hogy hadd is csak egyem 9-24-es átlaggal fejeztem be az egyetemet. Ezt feltétlenül, igen, hiszen egy sikertörténetet hallhatunk. Igen. Nagyobb buktatók nélküli, de kihívásokkal teli, gondolom, mert azért mégiscsak egy orvosi egyetemről beszélünk, ami, mint tudjuk, az egyik legerősebb egyetemen közé tartozik az országban. Igen. Emlékszik-e valaki olyan professzorára, előadóra, akit szívesen őriz az emlékeiben? Hát azt hiszem, hogy a klinikai tantárgyakat mindenki nagyon szépen tanította, ott kezdve a belgyógyászattól, a sebészeti osztályokon, a gyerekgyógyászaton, gondolom mindenki, és ha tudtuk az anyagot, akkor nagyon odaadóak voltak a tanárok is, az asszisztenseink is a gyakorlatokon. Nagyon szépen végigvezettek bennünket, mindent megmutattak, mindenre megtanítottak bennünket, és én úgy érzem, hogy jól képzett orvosok kerülnek ki az orvosi karról Újvidéken. Most jelen időben fogalmazott. Azt mondta, hogy kerülnek ki. Ma is így van? Hát van kapcsolata fiatal orvostanhallgatókkal, vagy éppen fiatal diplomásokkal, felmérve a képzettségüket? Én azt hiszem, hogy ez a mai napig is így van. Aki meg akarja tanulni, ugye, ha úgy megy ki a diák a vizsgára, hogy mindent elkészített, hogy mindent tud, hogy nincs esély, hogy esetleg megbukjon a vizsgán, Ezt mindenki maga érzi. Ugye egy vizsgára nem lehet fölkészületlenül menni, mindent meg kell tanulni, és az a tudás az megmarad, vagy esetleg kicsit, ha elhalványodik, akkor is az ember utána tud lapozni a tankönyvekbe, vagy vissza tud emlékezni arra, amit az egyetemen tanult. Ez mindenkinek a saját hozzáállása. Igen. Évek óta nincs magyar kanizsakösség területén fiatal, aki beírja az orvosi kart. Nem tudunk róluk. Orvos hiányban szenvedünk. Veronika, szerint ez miért van így? Hát én azt hiszem, hogy Oromhegyesen van 3 fiatal is, akik ugye Magyarországon igen, én valóban járnak. Csak a helyi helyzetről igen, hárman is vannak orvosi egyetemen. Uh-huh. Van, aki már most 6. éves, van, aki és akkor nem negyed éves. Akkor nem mondhatjuk azt, hogy az orvoslás, a gyógyítás témaköre feszélyezi a fiatalokat, vagy tartja távol őket, hanem megint a nyelvkérdés. Hogy ezek a fiatalok is szeretnének gyógyítani, de nem vállalják szerbül a tanulmányokat. Hát most, hogy nem vállalják-e, vagy én mindig azt mondtam, vagy olyan véleményem voltam, hogy ugye az orvosi hivatás hiány szakmának számít, talán nagyobb ösztöndíjakat kellene adni, hasonlóan, mint a jogász ösztöndíj is, és talán az serkentőleg hatna a fiatalokra, hogy mert most például én ismerek a faluba gyógyszerész hallgatót, aki beiratkozott a gyógyszerészeti egyetemre, sikeresen vette az első év akadályait, annak ellenére, hogy a szerb nyelvet nem tudta kitűnően, de ha akarja, és hogyha esetleg talán, ha nagyobb ösztöndíjjal jutalmaznák őket, akkor lehet, hogy lenne jelentkező. Ez egy jó jelzés a közösségünk vezetői irányába is, hiszen valóban a jogász ösztöndíj kapcsán azt látjuk, hogy a magyar ajkú, de Szerbiában tovább tanulni szándékozó fiatalok gyakrabban választják akkor a jogász tanulmányokat.
Szeretném, hogyha már így emlékezünk egy kicsit, és nosztalgiázunk, akkor az egyetemi évek után lépjünk az első munkahelyen töltött évekre. Amikor Oromhegyesen végzett orvosként, általános orvosként el tudta kezdeni a praxist. Igen, egy évig gyakornok voltam, azt a Szabadkai Kórházban kellett tölteni, és utána az államvizsga után jelentkeztem a Kanizsai Egészségház, éppen volt nyitva egy pályázat Oromra. És akkor én arra jelentkeztem, oda nem engem vettek fel, de aztán később Martonosra kaptam ugye a felvételt, és ott talán ilyen lakásgondok voltak, és nyár volt, sokan voltak a Kanizsai Egészségházban szabadságon, és Kanizsán kezdtem. Utána pedig Tudfokban és Adorjánon megüresedett egy hely. Már körbejártuk a községet. Igen. Csak Oromhegyesen nem volt onnan meg. Onnan a kolléga elment Újvidékre, és egy évig dolgoztam, a két szomszéd, Oromhegyesen laktam, ott tartottam a készenlétet, és Adorjánon is Tótfaluba dolgoztam. Ez egy év után, akkor utána megszületett a kislány, az idősebb kislányom, és mire visszajöttem a szülési szabadságra, akkor ára Jakab doktor volt Oromhegyesen, ő kérte magát, hogy Kanizsára jöhessen, és akkor én így maradtam Oromhegyesen. Ez megint egy nagyon szerencsés körülmény, hiszen pici gyermek mellett doktornőnek is így volt gondolom a legkényelmesebb, igen, meg a legkönnyebben megoldható, igen, hogy nem, igen, kellett ingáznia. Igen, igen. És akkor az első időszak, amikor a felelősség, ugye, az kétségtelen, hogy milyen nagy egy gyógyítással foglalkozó embernél. Minden munkakörben nagy a felelősség, de hát ez mégiscsak életekről vagy betegségekről, gyógyításról van szó. Ezt a terhet, ezt fel lehet dolgozni, vagy erre fel volt készülve, könnyedén vállalta. Jöttek az ismerősök, az utcabéliek, a rokonok. Hát nem volt könnyű. Szerintem azért egy kis izgalommal ment az ember ott az első napokba, de próbáltuk ugye a tudást felhasználni, és akkor aztán beindult ez. Nem volt különösebb izgalom, mert... Az könnyítő körülmény volt, hogy ismerte a pácienseket, vagy épp nehezítő körülmény? Mindenképpen könnyítő. Én Oromhegyesen nagyon szerettem dolgozni. Hát nem mondjam, hogy csak ott szerettem, de legjobban ott szerettem. Ugye az nagy előny, ha az ember ismeri a betegeket, vagy nem csak betegeket, mindenkit ismer. Ismeri a családi viszonyokat, ismeri a családban megjelenő betegségeket, esetleg örökletes betegségeket, ismeri a betegnek az életkörülményeit. Mindent. Hiszen a kórkép az szinte már nem kell, hogy feltérképeződjön az első beszélgetéskor, hanem már csak a hiányzó részeket kell évek, betölteni. Évek alatt ez mindenki alakult, hogy esetleg ki milyen gyógyszerre allergiás, semmit nem kellett nekem már kérdezni, az úgy minden, sőt, talán már fejből meg tudtam volna mondani, hogy melyik beteg milyen gyógyszert szed, mindent egy... Nem volt még komputer, de úgy a fejembe hordtam ezeket a dolgokat. Mert hogy szeretettel fordult a saját szülőfalúja és a saját polgártársai felé. Amikor elhelyezkedett doktornő, akkor a munkakörülmények, amelyeket ugye az egészségház biztosított Oromhegyesen, azok megfelelőek voltak, vagy hiányosak voltak, nehézségbe ütközött, vagy sem, hiszen azért... Volt elég sok országváltás is, elég sok politikai helyzetváltozás is körülöttünk, így a gazdasági, és gondolom az egészségügyi ellátás helyzete is sokféle volt ennyi idő alatt. Hát sok nehézségen mentünk keresztül, akkor még emlékszem, a tüzelős kályhák voltak, füstöltek, nem égtek, hideg volt télen. Köhögött az is, aki nem köhögve jött. Igen, azért ugye akkor még voltak, nem is, én úgy emlékszem, hogy akkor még nem is voltak olyan nagy számban egyhasználatos fecskendők, üvegfecskendők voltak, amit sterilizálnunk kellett, a műszereket, ugye nem volt EKG készülék, volt a vérnyomásmérő, volt egy hallgatónk, meg a tudásunk, meg az akaratunk,
És aztán a technikai fejlődés? Igen, hát az mindenképpen sokat jelentett, mert ugye minden, jártunk különböző szemináriumokra, előadásokra, továbbképzésekre, képeztük magunkat, ha csak módunk volt, mindig nagy-nagy érdeklődéssel mentünk, hogy új dolgokat halljunk, és ez úgy mindig bennünk volt, hogy tovább hajtsuk magunkat. A számítógép megjelenése? A számító... Nehézséget okozott, kihívás volt? Hát nem volt különösebb, meg nem is volt olyan sok időnk erre rákészülni. Egyszer-kétszer azt megmutatták nekünk a programot, és akkor aztán ez élesbe ment. Nem volt választásunk, ezt így kellett csinálni. És akkor mi azt természetesnek vettük, és ez így ment. Ha már a számítógépet említettem, sok-sok olyan szakma, professzió van, ami kapcsán elmondjuk, hogy néha már az adminisztráció olyan méreteket ölt, hogy valahol a lényeg veszik el. Kevesebb időnk marad a valódi munkára, hiszen mindent le kell jelenteni, mindent be kell vinni a számítógépbe, mindenről adminisztrációt kell vezetni. Ezt hogy élte meg, doktornő? Hogy lehet megteremteni az egyensúlyt? Igen, ez valóban így van, hogy nagyon sok protokollt kellett vezetnünk, mindent jelenteni, de én szerencsének tartottam, hogy tudtam kétfelé figyelni. Ha valamit írtam is a kompjúterbe, akkor azért még közben beszélgettem a beteggel, megkérdeztem, hogy van a család, hogy van az unoka, és amíg én írtam a kompjúterbe a dolgokat, addig közben beszélgettem is a beteggel. És akkor én úgy gondolom, hogy ez így nem érezte a beteg, hogy nem kapja meg, igen, a figyelmet. Igen, mert gyakran igen, úgy érezhetjük, hogy fontosabb az, hogy leírják, mint az, hogy elmondhassam. Meg hát mindig azért előttem, mielőtt én a kompjútert kezdtem írni, akkor először megbeszéltük a beteggel a tüneteket, a problémákat, esetleg a tanácsokat megbeszéltük, hogy mit ajánlottam neki, ha kellett, akkor megvizsgáltam, vérnyomást mértem, és akkor utána fogtam a kompjúter írásához. Biztos lassabban ment a munka, de ezt így kellett csinálni. Ha jól emlékszem, akkor néhány évvel ezelőtt önkormányzati projektunk keretében került felújításra az Oromhegyesi rendelő. Szép, gondozott körülményeket kaptak. Doktornő akkor még ott dolgozott, ugye? Igen, igen. Hát a felújítás alatt igen, igen, ott dolgoztam. És nagyon büszke voltam a falumra abban az időben, mert ugye teljesen ki kellett, hogy pakoljunk az egészségházból mindent simára, mert ez nagyon nagy felújítás volt, és át kellett, hogy költözzünk, egy 4-5 hónapig tartott, és a faluházba kellett, hogy átköltözzünk, és mi meghirdettük ezt, hogy aki tud segítsen, 40-en jöttek segíteni, kombikkal, traktorokkal, mindennel, 2 óra hossza alatt átköltöztettük az egészségházat, és én annyira büszke voltam az emberekre, hogy mennyire törődnek az egészségházzal, és akkor mindenki jött, hogy mit tud segíteni. Fiatalok, 20 éves fiúk jöttek, valóban, és most az Oromhegyesi rendelő a legszebb a községben, erre nagyon büszke vagyok. Szép munkakörülményekkel, meg hát tulajdonképpen, hogyha a közösség érzi, hogy számára is fontos, akkor talán még az ilyen önzetlen hozzájárulást is el lehet várni a közösségtől. Hogyha már arról beszélünk, hogy mennyire fegyelmezettek, vagy mennyire tudják a sajátjuknak érezni a probléma megoldását, akkor szeretném, hogyha egy kicsit visszaemlékezne mondjuk a koronavírus beütésének idejére, hogy egy faluhelyen dolgozó általános orvosként ezt az időszakot hogy élte meg? Hát ezt mindenki nehezen élte meg, ugye azt a bezártságot, nem lehetett orvoshoz sem menni, úgy, ahogy ugye előtte a betegek azt megszokták, ahogy igényelték. És ugye akinek ilyen tünetei voltak, ugye a koronavírusra utaló tünetek, azok nem jöhettek az általános orvoshoz, hanem a COVID rendelőbe kellett menniük. Ha bár azért volt, hogy jött olyan beteg is, akinek ezek a tünetei voltak, de akkor azokat mi felhívtuk telefonon a COVID rendelőt, hogy küldjük a beteget,
és akkor azt is megoldottuk szépen. Én a méltatásból tudom Veronikáról, hogy nem csak az orvoslásban, a gyógyításban találta meg magát, hanem a helyi közösség életében is. És így a helyi közösség tanácsában is vállalt szerepet, vállalt a községi képviselőtestületben is képviselői funkciót. És hogyha jól emlékszem, akkor azt is olvastam, hogy az ICER köztársaságnak a megalapításában is részt vett. Szeretném kihasználni ezt a beszélgetést arra, hogy a hozzám hasonlóan fiatal, ezt így most jól esett mondani, nézőknek, vagy esetleg azoknak, akik nem annyira tájékozottak, elmondjuk, hogy mit jelentett az ICER. Hát, ugye nagy mozgósítások voltak itt a balkánháború alatt, és egyszer megtörtént, hogy nagyon sok behívó érkezett a faluba, nem tudom, lehet talán kb. 50 és 100 között, nem tudnám pontosan megmondani, és ez ugye nem csak a Oromhegyesre, hanem a környékre is, és ez ugye nagyon fölborzolta a kedélyeket, és hát mindannyian féltettük ugye a apáinkat, férjeinket, gyerekeinket, kinek ki volt a fiatal férfi a családban, és ez egy ilyen minden reggel az egészségházba, ugye, amikor mi beértünk, akkor hát más se volt téma a kávézás alkalmával, hogy valamit tenni kellene, hogy megvédjük az ember, a férfiakat, hogy ne hurcolják őket a frontra. És ezt hogy tudták megoldani? Milyen tevékenységük volt? Hát, az ICER klub tevékenysége. Hát különösebb tevékenység, mi támogattuk, ugye az ICER ott van az egészségház szomszédságában, és akkor ott esténként ilyen előadások, beszélgetések voltak, és aztán végül a férfiak, akiknek el kellett volna menniük a katonaságba, azok ott összegyűltek, és akkor nemet mondtak, hogy nem mennek el, és akkor ugye éjjel-nappal ott tartózkodtak, és akkor onnan a rendőrök nem hurcolták el őket. És így sokakat megmentettek. Igen, így sokakat. Így szerencsére Oromhegyesi áldozata nem volt ennek a háborúnak. Ugyan volt egy, aki ugye Oromhegyesen született, de aztán Topolyára költözött, és akkor onnan ment el a katonaságba, csak Oromhegyes született. És őróla tudnak, hogy ő és áldozat igen, volt? Igen. Helyi közösségi tanácsban ellátott feladatai, vagy éppen a községi képviselőtestületben ellátott funkciója kapcsán vannak-e emlékei, szeretne-e valamiről külön megemlékezni most a beszélgetés során? Miért érezte egyáltalán úgy, hogy fontos, hogy nem elég, hogy gyógyítja az embereket, hogy fél falu rokon, a másik fele ismerős, hanem még ezen túl is a közösségi munkában részt vegyen? Hát akkor is úgy kerültem oda, hogy fölkértek, hogy jelöltessem magam. Akkor még úgy volt, ugye, hogy külön választották a tanácstagokat, és külön a helyi közösség tanácsának elnökét. Uh-huh. És akkor megkerestek ott néhányan, hogy talán nekem esélyem lenne, hogy megválaszolnak. Hát amikor meg már az embert megválasszák, akkor pedig vannak feladatai, és én azt hiszem, hogy az 2000-től 2004-ig volt, abban az időben nagyon szépen fejlődött a Oromhegyes, nagy utcákban történtek aszfaltozások, olyan, mint a Petőfi Sándor utca, ami egyik legnagyobb utca Oromhegyesen, a Nagy Koszta utca, a Topcsider utca, ebben a 4 évben történt a faluház dokumentációnak, a tervezetének az elkészítése, utána történt meg az alapkületétel, de ebben a 4 évben terveztük el, hogy a faluházat fogunk építeni. És ami azóta is szolgálja a közösséget. Mégpedig igen színvonalasan. És az önkormányzat kötelékében, így a képviselőtestületben töltött időszak? Hát amikor ugye ez a 4 éves mandátum lejárt, akkor utána
Soha nem saját magam jó szántából indultam ezekre a feladatokra, hanem mindig fölkérésre. Bíztak a doktornőben. Biztos. Meg biztos vagyok benne, hogy látták azt a lelkesedést, azt a lokálpatriotizmust, ami szerintem gyújtópontja minden egyes közösségi embernek, mindenkinek, aki segíteni akar, vagy hozzá akar tenni egy kicsit a fejlődéshez. Szeretném, hogyha a beszélgetésünk végén még két dolgot érintenénk. Egyrészt a méltatásból sem marad ki, és biztos vagyok benne, hogy nagyon fontos, hogy a család, mint támasz, jelentős szerepet lát el az életében. Nagyon fontos, hogyha arról beszélünk, hogy mennyi mindent el tudott érni a pályája során, vagy az élete során, ezt nem lehet egy támogató családi közeg nélkül. A családomra mindig támaszkodhattam, és én mindig azt mondom, hogy először is hálás vagyok a szüleimnek, akik bíztak bennem, amikor ugye egyetemre indítottak. Utána hálával tartozok a férjemnek, aki mindig ott állt mögöttem, mert ugye ez nem 8 órás munka volt. Ugye az orvosi hivatás, akkor a helyi közösségben a munka az se. Sőt, még ugye ügyeltünk is, amíg nem alakult meg a mentőszolgálat a Magyar Kanizsai Égiségházba, akkor havonta 3-4 éjszakát ügyeltünk Kanizsán az egészségházba, és lejárt az éjszaka, és folytattuk oromhegyesen a munkát. Ez kihívás volt a férjének is. Hát igen, igen. 2 pici gyerek volt, nem volt könnyű. Igen, úgyhogy... És meg ugyanúgy úgy hálás vagyok a gyerekeimnek is, 2 lányom van, akik megértették azt, hogy én mindig nem lehetek ott velük, amikor ők szeretnék, mert anyának feladata volt, és úgy éreztem, vagy még most is úgy érzem, hogy talán nálam a hivatás volt az első helyen a család előtt. Biztos vagyok benne, hogy ezzel remek példát tudott nekik mutatni, és olyan példakép, biztos vagyok benne a lányai szemében, aminek értéke van, és amelyet szerintem ők is követni fognak. És akkor a másik, amit még szeretnék, hogy nyugdíjas éveit töltve, hogy érzi magát? Hiányzik a nagy lendület, vagy elfoglalja magát mással? Nagyon jól esik a pihenés. Mindenki kérdezi, hogy múlnak a nyugdíjas napok. Szerintem nagyon jól. Ugye most van még 4 nagyon szép unokám, és az idősebb lányom Budapesten él, ott is van 2 gyerek, 8 és 6 évesek, a kisebb lányom Zentán él, ott pedig 4 éves a kislánya, és 10 hónapos a kisfia. Hamarosan kezd dolgozni, ő az Arany János általános iskolában dolgozik, és majd reggelenként jönni fog, és hozza az unokát, és mi unokázni fogunk. Ebben. És most úgy érzem, hogy talán az unokáknak tudom azt nyújtani, amire nem volt időm a saját gyerekeimmel, és imádok utazni, és még nagyon sok úti célom van, és szeretném azt is még megvalósítani ezeket az utazásokat. Azon kívül szeretek kertészkedni, imádom a rózsákat. Nagyon sok rózsát termesztettünk addig is, ameddig dolgoztam, mert a lányainkat 2 évig, mind a 2-t 1-1 évre cserediákok voltak Amerikában, és akkor olyan 10-20 ezer estételben neveltük a rózsákat. Most a nyáron csak 300 rózsatövet szemeztem be, és várom, hogy majd virágozzanak a jövő nyáron. Ezek nagyon szép tervek, úgyhogy nekem nem marad más hátra, mint egyrészt megköszönjem a beszélgetést, mást egy tiszta szívből őszintén kívánjam, hogy a bakancslista az utazások kapcsán is, meg hát a virágzó rózsák kapcsán is teljesüljön a lehető legszebben, legnagyobb pompájában. Jó egészséget kívánok, és biztos vagyok benne, hogy a család és a közösség támogatása a további években is kísérni fogja. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőinknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Előjáróban elárulhatom, hogy a jövő heti nézőpont is egy köszönő oklevél birtokossal fog elkészülni. Tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra! Nézőpont.
Az InfoTV magazin műsora.